Marikani, nézze kellett picit szorítani. Egymás után vették fel a sisakot és a láthatósági mellényt a gyerekek. Többek között a KRESZ és a biztonságos közlekedés szabályait sajátíthatták el azok a fiatalok, akik részt vettek a kerékpáros barát szexárd elnevezésű programon. Itt a kerékpársportnak, meg nem csak a sportnak, hanem a kerékpározásnak a népszerűsítéséről szól. Eléggé nagy a ökológiai lábnyomunk, eléggé nagyok itt a karbonlábnyomok, meg mindenféle lábnyomok, szóval nem árt odafigyelni a környezet védelmére, és hát mindenkit korosztálytól függetlenül arra buzdítani, hogy pattanjon bringára, üljön kerékpára, sportos, jó megmozgat, és egy sokkal-sokkal egészségesebb életmód, mint állandóan kocsiba beülni, és akár A-ból B-be, rövid A-ból rövid B-be eljutni autóval. Úgyhogy ez a mai nap, ez 100%-osan a kerékpárnak a drótszamárnak, a bringának a népszerűsítése. A rendezvényen egymást követték az óvodás és iskolás csoportok. Akik itt a hátam mögött található kresszpályát próbálhatják ki, de van oldtimer bringás kiállításunk, mert ugye a biciklikben is vannak oldtimerek. Megérkezett a Handa Banda, ugye egy szuper jó kis koncerttel, egy nagyon jó hangulatú interaktív koncerttel kedveskedjen a megjelenteknek. A gyerkőcöknek egy kis ajándékot is biztosítunk. Aztán vannak kiállításaink is, tehát ugye... Szexárd nagyon gyakran összeforr a borral, hát nagyon-nagyon legendás Szexárdon a kerékpársport múltja is. Elég például, hogyha csak a Gemenci nagydíjat említem. Fönt a placifűsági közösségi téren van egy kiállítás, a Gemenci nagydíjról azt lehet megtekinteni, mi pedig itt a színpad előtt található bannerekre helyeztünk archív fotókat, amelyek azt gondolom atmoszférájukban jól visszaadják, hogy mit jelentett a kerékpársport Szexárdon. De tényleg, tehát vannak ezek a kiállítások, aztán délután érkezik Nézi Jenő, televíziós sportkommentátor, ő vezet majd egy pódiumbeszélgetést, este pedig Mr. Igen koncerttel készülünk. Tehát ezen a napon minden a kerékpárról és annak népszerűsítéséről szólt a Tolnai Vármegye székhelyen. A szervezők egyébként a projektnek köszönhetően egy több mint 32 kilométeres biciklitúrára is invitálták az érdeklődőket a Gemenci erdőbe.